Aláírásgyűjtés. Megkezdődtek az aláírásgyűjtések országszerte annak érdekében, hogy a politikai alakulatok részt vehessenek a június 9-i választásokon. Az RMDS kolozsvári standjain gyorsan gyűlnek az indulási iratcsomóhoz szükséges szignók. Ukrán import. Megállapodott az Európai Parlament és az Európai Tanács annak az EP javaslatnak a kapcsán, amely az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának korlátozására vonatkozott. Vince Lórend EP képviselő szerint gyengült a szöveg, amely azonban 14 napon belüli úgynevezett vészfékezést tesz lehetővé. Élelmiszerárak. Módosította és az év végéig kitolta az érvényességét a parlament annak a sürgősségi kormányrendeletnek, amely az alapélelmiszerek esetében alkalmazott árrést korlátozza. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! A választásokon való részvételhez szükséges aláírásokat gyűjt Kolozsváron az RMDS, elmondták, nagy a tét, ezen múlik a magyarok képviselete a helyhatóságokban, illetve uniós szinten is. Megkezdődött a választásokon való induláshoz szükséges aláírások gyűjtése Kolozs megyében az RMDS helyi és megyei irodáikban, de kihelyezett standokkal is várják a szavazópolgárokat. Csoma Botond, a Kolozs megyei szervezet elnöke és az RMDS szóvivője elmondta, a magyar képviselet minden szinten való biztosítása a tét. 20 ezer aláírást kell összegyűjtenünk Kolozs megyében és 200 ezret egész Erdélyben, és ez folyik most is, amint láthatták itt a standnál, nagyon sokan aláírtak már nekünk. Az emberek értik és tudják azt, hogy június 9-én is a tét az a magyar érdek képviselete, és az a tét, hogy legyen hangunk Európában és legyen erőnk Erdélyben. És az emberek azért írnak alá, hogy tudjunk indulni a választásokon. Ez az első lépés ahhoz, hogy sikeresek legyen. Hozzátette, megvan róla győződve, hogy összegyűlnek az aláírások, hiszen ez minden alkalommal sikerült, és most is számítanak a közösség támogatására. Fontos, hogy részvételünkkel támogassuk a magyarokat, fogalmazott egy aláíró. Úgy érzem, hogy az egyedüli párt itten, akire számíthatunk mi, mint magyarok. És ugyanakkor, amióta nyugdíjas lettem, azt is észrevettem, hogy úgy felkarolták a nyugdíjasokat is, hogy sokszor megszólítnak, sokszor elhívnak egy rendezvényre. Romániában június 9-én egyszerre szerveznek európai parlamenti és helyhatósági választásokat. Ismét az ukrán mezőgazdasági termékek uniós behozatala szerepelt az uniós intézmények tárgyalásának napirendjén. Az egyeztetés nyomán két pontban is gyengült az EP javaslata, amellyel visszafogták volna az ukrán agrártermékek behozatalát, és megvédték volna a gazdákat és a fogyasztókat. Amint arról beszámoltunk, az EP múlt héten elfogadott javaslatával gátat szabtak volna az uniós piacot elárasztó ukrán mezőgazdasági termékeknek. Szerda este egyeztetett az EP, a tanács, illetve a bizottság, és ennek nyomán született meg az a változat, amelyet a parlamentnek és a tanácsnak is el kell még fogadnia, tájékoztatta híradónkat Vince Lorent EP képviselő. Emlékeztetett, a téma, hogy újabb egy évre 2025. június 5-ig felfüggesszék az ukrán termékek védővámját. Ezt Ukrajna támogatását célzó lépésnek tekintik, ők azonban úgy vélik, a gazdákat és az uniós fogyasztókat kell védeni, hangsúlyozta. A rendelet vészfékezést ír elő érzékeny mezőgazdasági termékek esetében. Ez eredetileg tartalmazta a baromfit, a tojást és a cukrot, és a múlt héten javasolták a jegyzék kibővítését a búzával, a kukoricával, a zabbal és a mézzel. Sajnos a tegnapi tárgyalás eredményeként a búza kikerült a javaslatból, ugyanakkor a bizottság ugyan kötelezettséget vállalt arra, hogyha akár egy országban is piaci torzulást eredményez az ukrajnai gabona behozatala 14 napon belül közbelép. Közben azonban gyengítettek egy másik előírást, ami arról szólt volna, hogy mihez képest mérik a torzítást. A 2022-2023-as év átlagához képesti növekedéshez viszonyítanak, ami igazságtalan, hiszen 2022-ben és 2023-ban
2023-ban már a megnövekedett termékmennyiség érkezett az Európai Unióba. Ők azt kérték, hogy a 2021-es évet tekintsék átlagnak, hangsúlyozta Vince Laurent. Sajnos ismétlem, ez egy gyengített szöveg a múlt héten elfogadotthoz képest. Az több biztosítékot tartalmazott arra, hogy a gazdák nem szembesülnek azzal, hogy az Ukrajnából érkező gabona lenyomja az árat a piacon, illetve arra is biztosítékot jelentett volna, hogy az uniós fogyasztók nem esznek olyan terméket, amelyben ukrán gabona van, ukrán búza van, amelynek az eredetiségét, illetve a különböző a termék különböző kezelési módját nem ismerjük, itt a növényvédőszerekről és egyéb intézkedésekről beszélünk. A végleges döntést a parlament fogja meghozni, illetve a tanács egy-egy külön szavazás révén, valószínűleg a következő plenáris ülésen. Mivel a biztosítékok nem elég erősek, az RMDSZ valószínűleg a javaslat ellen fog szavazni, mondta Vince Laurent. Kérdésünkre válaszolva elmondta, ha a javaslatra rábólintanak, javításra már nem lesz lehetőség, egy évig az említett szabályok lesznek érvényben. Vezető szerepet kíván betölteni Románia az atomenergia fejlesztése terén, ezt Klaus Johannis államfő mondta az Európai Nukleáris Szövetség brüsszeli csúcs találkozóján. Románia elkötelezett az atomenergia programjának a fejlesztése mellett, egyrészt a termelési kapacitás növelésével, másrészt pedig a kis moduláris reaktorok innovatív technológiájának bevezetésével az Egyesült Államokkal és más kulcsfontosságú partnerekkel együttműködve, mondta az Európai Nukleáris Szövetség brüsszeli csúcs találkozóján Klaus Johannis. Románia példát kíván mutatni ilyen téren, fogalmazott. We aim to become a regional leader in nuclear energy operations. Célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a régióban az atomenergia előállítása és használata, a szakképzett munkaerő képzése terén és az atomenergia termelés ellátási láncának egyik csomópontjává szeretnénk válni. Nemzeti atomenergia programunk fejlesztése során elkötelezettek vagyunk az emberi és a környezetbiztonság, a létesítményeink biztonságos üzemeltetése és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó vállalásaink betartása mellett. Az atomenergia fejlesztéséhez megfelelő pénzügyi keretre van szükség, és ilyen tekintetben figyelembe kell venni az atomenergiának a széndioxidmentesítés felgyorsításában játszott szerepét, tette hozzá. Növelnünk kell a kutatásba és az új nukleáris technológiák fejlesztésébe történő beruházásainkat, fogalmazott Klaus Johannis. Akár 25 ezer euróba is fájhat annak a szökevénynek, aki a börtönbüntetése elől külföldre menekül. A vonatkozó rendeletet ma hagyta jóvá a Csolákú kabinet. Alina Gorgiu igazságügyi miniszter már januárban közölte, hogy kidolgoznak egy törvénytervezetet, amelynek értelmében a szökevényeknek kell majd állniuk a hazaszállításuk költségeit. Akkor úgy fogalmazott, hogy idéntől kezdődően a hatóságok nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni a megelőzésre. A mai kormányülés elején Márcsél Csolákú miniszterelnök emlékeztetett, hogy az utóbbi időben egyre több szökevény hírességet szállítottak haza Romániába. A ma megvitatásra kerülő tervezet kötelezni fogja őket, hogy fizessék vissza az államnak a felkutatásuk és hazaszállításuk költségeit. Az igazságügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt a büntetésük letöltése elől más országokban menekülők száma, és a 2023-as év volt az első, amikor valamelyest csökkent a jelenség. Tavaly 1530 személy ellen adtak ki nemzetközi körözést. A szökevények hazaszállítása fejenként 1000 és 25 ezer euró közötti összegbe kerül az államnak. A legutóbbi nagy visszhangot keltő eset Kötelin Kerekes, egykori nagybányai polgármester ügye, akit szerdán adtak át a német hatóságok a romániai büntetés végrehajtó szerveknek, miután ítélete kiirdetése után külföldre menekült. A román sajtóban vezető hírnek számított, hogy repatriálása költségeit nem ő fizette. Az év végéig meghosszabbították az alapélelmiszerek ár és korlátozását, erről szavazott tegnap a képviselőház. Újdonságként a listán szerepel ezentúl a szilvalekvár és a vaj is. Az alapélelmiszerek ár és korlátozásának meghosszabbításáról döntött kedden a képviselőház, amely módosításokkal fogadta el a kormány erre vonatkozó sürgősségi rendeletét. Eszerint évvégéig korlátozni fogják a fehér kenyér, a tehéntej, a sós tehénsajt, a sima joghurt, a fehér búzaliszt, a kukoricaliszt, a tyúktojás, a napraforgó olaj, a friss csirke és disznóhús, zöldség, gyümölcs, fehér burgonya, fehér cukor, tejföl és mostantól a vaj és szilvalekvár árrését is.
A jogszabályt már csak az államelnöknek kell kihirdetni. A versenytanács folyamatosan figyeli az árak alakulását. Úgy néz ki, hogy valóban elértek bizonyos csökkenéseket azoknál az élelmiszereknél, amit mindnap használnak az állampolgárok. Úgyhogy ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a hatása megvolt a döntésnek. Persze, hogy versenytanács szempontjából minden beavatkozás a piacgazdaságban az felboríthat bizonyos egyensúlyokat. Az ideális az lenne, hogy a kereslet-kínálat alakítsa az árakat, tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a médiában felfelröppentek olyan hírek, miszerint bizonyos üzletláncok más élelmiszerek vagy termékek drágításával próbálják az átlagprofitot megtartani. A versenytanács ezeket is vizsgálja, és Gyerkó László szerint évvégére vagy valamikor a jövő évben várható egy jelentés arról, hogy milyen hatása volt ennek a kormányhatározatnak. A hírfogyasztók egy része olyan forrásból tájékozódik, amit amúgy nem tart hitelesnek. Az INSZKOP által készített felmérésből az is kiderül, hogy a legtöbben még mindig a televíziót tekintik fő információforrásnak, ezt pedig a közösségi média követi. Habár sokan kételkednek a közösségi médiában terjedő hírekben, mégis onnan tájékozódnak, derül ki az INSZKOP által készített felmérésből. Eszerint a romániaiak majdnem 52%-a a televízióból, több mint 28%-a a közösségi oldalakról, közel 13%-a a hírportálokról, 4,8%-a a rádióból, és csupán valamivel több mint 1%-a tájékozódik az újságból. A 45 év felettiek, az alacsonyabb végzettségűek, a kis városban vagy vidéken élők, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők, valamint a közösségi médiát nem használó személyek a televíziót tekintik a fő információforrásnak. A közösségi oldalakról inkább a fiatalabb korosztály tájékozódik. Ugyanakkor a válaszadók 43%-a úgy véli, hogy a félretájékoztatás a közösségi platformokon terjed a leginkább, majdnem 38% szerint a televízióban, 5,2% szerint pedig az újságokban terjednek az álhírek. Dr. Konstantinovics Milán kommunikációs szakember egyetért abban, hogy a közösségi média tág felületet biztosít a különböző álhírek terjedésének, főként azért, mert ezeken bárki ellenőrzés nélkül válhat hírközlővé. Azt hiszem, hogy nyugodtan támaszkodni csak akkor lehet bármire is, hogyha kellően körültekintőek vagyunk, és megfelelő kritikával kezeljük bármilyen médiumon a híreket. Én azt gondolom, hogy hagyományosan megmaradt azért a televíziónak, illetve a rádiónak is a presztízse, de azt hiszem, hogy ugyanúgy eme felületeknek, vagy eme médiumoknak a közösségi felülete is jó tájékozódási pontként szolgálhat. Hozzátette, ha egy hírnek a valóság tartalmáról kétségeink támadnak, akkor több forrásból ellenőrizhetjük, ezeket akár össze is hasonlíthatjuk. Ugyanakkor érdemes arra is figyelni, hogy milyen intézmény, szervezet áll az adott hír mögött, vélte a szakértő. A felmérés egyébként arra is kitér, hogy a megkérdezettek 45,6%-a gondolja azt, hogy Oroszországból származik az álhírek legnagyobb hányada. Elindult a szavazás a Marosvásárhelyi részvételi költségvetés keretében benyújtott projektekre, ezáltal olyan kezdeményezések valósulhatnak meg, amelyek a közösségek valós problémáira nyújtanak megoldást. Elindult a szavazás a részvételi költségvetés 2024-es kiadása keretében benyújtott projektekre. Marosvásárhelyen 42 projektet nyújtottak be, ezek közül 31-et hagyott jóvá az önkormányzat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy minden ötlet más előkészítést, tervezést, beszerzési folyamatokat és kivitelezési munkát igényel, emiatt egyes projektek akár néhány hónapon belül meg tudnak valósulni, míg másokra hosszabb időt kell várni. 31 projektet lehet támogatni, ennyit hagytak jóvá, a fennmaradó projektekre pedig április 1-ig lehet a honlapon szavazni. A szavazás második fordulója fogja meghatározni azt a 10 nyertes projektet, amit lehet majd ugye finanszírozni az április 4 és 11-e között zajlik. A kezdeményezés keretösszege 3 millió lej. Projektenként 300 ezer lej finanszírozás nyerhető. A szavazás regisztrációhoz kötött és Marosvásárhely területére korlátozódik.
Az első fordulóban egy alkalommal lehet összesen 6 kezdeményezésre szavazni a következő területek mindegyikéből: sétányok, járdák és gyalogos övezetek, megközelíthetőség, mobilitás és közlekedés biztonság, zöldövezetek és játszóterek, közterek rendezése, oktatási és kulturális infrastruktúra, valamint digitális város. A második szakaszban minden polgár csak egy projektre szavazhat az első körben tovább jutott kezdeményezések közül. Az idei ötletek között szerepel többek között 2 általános iskola játszóterének a felújítása, guggolásért cserébe buszjegyeket kínáló jegyautomaták kihelyezése, kültéri sportpályák létesítése, kutyák és macskák ingyen sterilizálása. A részvételi költségvetés végső eredményeit április 16-án teszik közzé. Hargita és Kovászna megye területén lévő lápokat és vizes területeket rehabilitáltak az Európai Unió REPEAT programja keretében az elmúlt 2 évben. Záróeseményként konferenciát tartottak Csíkszeredában a Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézet székházában. Hargita és Kovászna megye 11 lápos területét rehabilitálták az Európai Unió támogatásával megvalósított REPEAT projekt keretében. A záró konferencián a kitűzött célokról és az elért eredményekről, ezek hatásáról és következményeiről számoltak be a jelenlevők. Az utóbbi években, évtizedekben nagyon megcsappant a lápoknak a vízháztartása, itt különböző apró gátak, gátrendszerek segítségével próbáljuk visszatartani a vizet. Különböző emberi behatások, legeltetés, kiküszöbölését, iranypásztorok felállításával ezekkel próbáljuk megállítani, illetve csökkenteni ennek hatását. A projekt keretében 4 tanösvény is elkészült a Csíkszentkirályi Lucsban, a Nemere-hegység lábánál levő Kovács-patak gátjánál, a Veresvíz völgyében, a Füvenyes-ponklápnál, valamint az Alcsik-Nádasfürdőnél. A szatellites felvételek alapján is, és a méréseink felvételek alapján is egyértelműen látszik az, hogy a vízháztartás a 13 lábban helyre jött, és reméljük, hogy ezt fenn is tudjuk tartani, és tudjuk azt is, hogy az elmúlt 2 évben nem voltak valami kedvező évek, vagyis a szárazság igenis jelen volt, és ennek ellenére sikerült a vízháztartást rendben tartani. A lápok rehabilitálása nem csak természetvédelmi szempontból fontos, hangzott el a konferencián, de a klímaváltozás a globális felmelegedés csökkentésében is szerepük van. Befejeződött a Marosvásárhelyi György és Sinkály Technológiai Liceum főépületének teljes körű felújítása. A városvezetés sajtóesemény keretében mutatta be a korszerűsítési munkálatok végeredményét. Mint egy másfél évig tartó teljes körű felújítás után hétfőtől 900 marosvásárhelyi diák újra birtokba veheti a György és Sinkály Technológiai Liceum tantermeit. Az iskola igazgatója elmondta, a jövő a szakembereké, ezt jól alátámasztja az, hogy az iskolában működő szakoktatás és a posztliceális képzés is egyaránt nagy népszerűségnek örvend, ők pedig a színvonalas oktatás megalapozására törekednek. Várjuk, és meggyőződésem, hogy a korszerű felszerelések és az új iskolaépület hatására megnő az érdeklődés ez iránt, a képesítés iránt is, különösen a szülőké, mert a 8. osztályban elsősorban a szülők képezik a problémát. Számtalanszor szerveztünk nyílt napokat, érdeklődtek a gyerekek, szerettek volna ide járni, de otthon a szülők nemet mondtak a Sinkályra. Az iskola 1975-ben épült, gyakorlatilag azóta kisebb karbantartási munkálatokon kívül semmilyen felújítási munkálatokat nem végeztek. A korszerűsítés, a nyílászárók, a víz, villany, valamint a fűtésrendszer teljes körű cseréjét, a padlóburkolat felújítását, valamint a bútorzat cseréjét jelentette. Ezen kívül az iskola tűzvédelmi és kamerarendszerrel is rendelkezik. Az osztálytermek mindegyikében van wifi és videoprojektor felszerelésére alkalmas rendszer. Sors Zoltán polgármester úgy fogalmazott, az iskola vonzerejének megerősítése a cél. Minden olyan körülmény adott lesz, hogy ez tényleg a Romániában az egyik legkorszerűbb szakiskola legyen, hiszen a következő fázisban őszig még a felszereléseknek a beszerzése lezárul. Itt van egy 10 millió eurós projektje a városnak, ami valamennyi oktatási intézményt érinti, és minden iskolát felszerelünk okostáblákkal és új padokkal, ahol ezt igényelték. A főépület korszerűsítése elkészült, a tornaterem és a könyvtár felújítási munkálatai még zajlanak, ezeket idén májusban kellene átadnia a kivitelezőnek. A 3. épület együttes korszerűsítését, amiben a tanműhelyeket alakítják ki, valamint az udvar kialakítását szintén idén kezdik el. A projekt összértéke 14 millió 300 ezer lej, a beruházást 72%-ban az önkormányzat finanszírozza, a maradék 28%
százalékot pedig Európai Uniós forrásokból fedezik. Az iskola liceumi tagozatán 3 román és 2 magyar tannyelvű osztály működik, a szakiskolában 2 román és 2 magyar osztály. Csíkszeredában 102 nyertes pályázó kapja meg a roncsautóra leadott pályázata alapján a 3000 lejes támogatást. Az önkormányzat által lebonyolított akcióból, amennyiben a környezetvédelmi alap újabb támogatási keretet hirdet, további 398-an részesülhetnek. Hamarosan értesíteni fogják Csíkszeredában azokat, akik sikeresen pályáztak az önkormányzat által lebonyolított roncsautó programban. A környezetvédelmi alap oldalán 186 roncsot regisztráltak, 134-en adtak le kész aktacsomót, ebből 102-t bíráltak el pozitívan. Amennyiben lesz új program, további keret áll az önkormányzat rendelkezésére, magyarázta Korodi Attila polgármester a témában tartott sajtótájékoztatón. Ha lesz új kiírás, amelynek az elején nagyon egyszerű az eljárása, be kell jelentkezni egy elektronikus platformnak a környezetvédelmi alapnál, akkor arra bátorítunk mindenkit, hogy tegyék meg. Mi 500 autóra pályáztunk, 102-t ebből most elfogyasztunk, tehát még mindig marad 398 autónyi pályázható lehetőség. A roncsprogram keretében nyújtott támogatásból 2400 lejt a környezetvédelmi alap, 600 lejt pedig az önkormányzat biztosít. Július-augusztusra elkészülhet Székelyudvarhelyen a Csereháti csillagvizsgáló, számolt be az építkezéssel kapcsolatos fejleményekről Gálfi Árpád, a város polgármestere. A nyárra elkészülhetnek a munkálatokkal a Csereháti csillagvizsgálóként ismert létesítmény újjáépítésével Székelyudvarhelyen. Az építést a város költségvetéséből finanszírozzák. Ez egy olyan látványossága lesz a városnak, amely büszkeséggel fogja eltölteni a város lakóit, de az udvarhely székieket is, vélte Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. Székelyudvarhelynek egyik gyönyörű pontján állunk a Csereháti tetején, a csillagvizsgáló szomszédságában. Lehetőség adódott Székelyudvarhely megyei város számára, hogy ezt a projektet lehívásként meg tudjuk a város számára pályázni. Ezt a pályázatot igazából sikeresen vettük. A projekt tartalmazza a kültéri parkok és a sétány kialakítását is. Ezt Európai Uniós forrásból finanszírozzák. Jelenleg a munkálatok körülbelül 56%-ával készültek el, mondta el Lőrinc Árpád irodavezető. Körülbelül július-augusztusban várható a munkálatok teljes befejezése. A legnagyobb akadályt ennek a sétánynak a kialakítása okozta, tehát úgy műszakilag, mind pénzügyi szempontból is, hogy egyáltalán meg lehessen valósítani. A projekt összértéke majdnem 8,5 millió lej, ebből az uniós hozzájárulás több mint 4 millió 350 ezer lej. A Nemezelés művészete, amely Egyesít címmel szerveznek alkotótáborokat Maros-Hévízen. A táborok elsősorban a kisebbséghez tartozó, illetve más hátrányos helyzetben lévő személyeknek szólnak. Romániában élő kisebbségi, valamint más hátrányos helyzetben lévő személyeknek szervez alkotótáborokat a Hargita megyei Maros-Hévízen a ForCamp Egyesület partnerségben a Diversz Egyesülettel. Nekünk ezzel a projektünkkel az a célunk, hogy egyesítsük az embereket, úgy mi szervezési szinten már egyesültünk, mint azok is, akik részt vesznek ezeken a projekteken. Közös céllal, közös múlttal jelentkeznek. Összesen 10 tábort szerveznek, az első alkalom az április 5-i hétvégén lesz. A táborokban az egyik technika, amit a résztvevők elsajátíthatnak, az a nemezelés. Ez nem csak kreatív, önkifejezési formát kínál, de lehetőséget biztosít új készségek elsajátítására, egymástól való tanulásra és erős közösségi kapcsolatok kialakítására különböző háttérrel rendelkező résztvevők között, vallják a szervezők. Lajos Anna ugye képeket készít, ő száraz nemezeléssel foglalkozik, és ő lesz az egyik a táborban, aki ezt a technikát bemutatja és hát gyakorolja a résztvevőkkel. A résztvevőkhöz is hozzájárulunk, úgymond, mert az egyik táborba hölgyeket hozunk el, és várunk, mert lehet jelentkezni, és a másikba gyerekeket, ahova roma gyerekeket is hozunk.
A táborokba bárki jelentkezhet, egy alkalommal 20 személy tudnak fogadni. A projekt nagy részét a Nemzeti Kulturális Alapból finanszírozzák, az önrész 150 lej. Az alkotótelepen készült munkákból különböző városokban kiállításokat szerveznek. Elődöntős a sportklub, sporthírekkel folytatjuk. Bejutott a jégkorong Erste Liga elődöntőjébe a Csíkszeredai Sportklub. A Budapest Jégkorong Akadémia elleni 6. mérkőzésen a végletekig kiélezett párharcban ismét hosszabbításba torkollott a mérkőzés. A 80. percben szerzett góllal tudott nyerni a csíki gárda. A végletekig kiélezett párharcot vívott a Csíkszeredai Sportklub a Budapesti Jégkorong Akadémia ellen az Erste Liga negyeddöntő sorozatában. Egy mérkőzés sem zárult egy gólnál nagyobb különbséggel, a 6 meccsből 4-ben hosszabbításra volt szükség. A Vasas Jégcentrumban játszott 3. meccsen sem volt másként, már az 5. percben megszerezte a csíki gárda a vezetést, majd a 2. játékrészben távoli lövésből egyenlített a Budapesti Jégkorong Akadémia. David Levin góljával újból átvették a vezetést a csíkiak, amire a budapestiek a rendes játékidő 3. játékrészének az elején válaszoltak, amivel 2-2 lett az állás. Nem kevesebb, mint 20 percig tartott a hosszabbítás, végül a 80. percben Részek Tamás lőtte be a csíkiakat az elődöntőbe repítő találatot. Gyakorlatilag ez volt az 5. sportklub győzelem a sorozatban, de egyet a zöld asztalnál elvettek. Coaches, we say it takes 4 to win. Edzők szoktuk azt mondani, hogy 4 kell a győzelemhez. Sajnos nekünk a liga döntése miatt most 5 kellett. Meg kell dicsérnem a srácokat, amiért kitartottak a terv mellett, keményen küzdöttek és megértették, hogy ez egy végsőkig tartó harc lesz, és az volt. Ezzel az is véglegessé vált, hogy az Erste Liga elődöntőjébe jutott 4 csapat közül 3 erdélyi. Az elődöntő sorozatok pénteken kezdődnek, Brassói Korona Gyergyói Hoki Klub és Ferencváros Csíkszeredai Sportklub mérkőzésekkel. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.